Korbics Teréz az unokájával és a lányával együtt köszöntik majd az új esztendőt. A szabadkai asszony malaccombot és darált húst vásárolt szilveszterre. Szerinte az árak idén is túl magasak. Hát egy kicsit a nagymama kitért jobban. Hát őszinte legyek, hogy így mindent, amit összevásároltam, 10 000 dinár elment. A hústól kezdve még egy kis édességet. Most néztem, egy kis csokoládét még hozzáteszek új évre. A szabadkai tejpiacon áruló egyik hentes szerint már most érződik a vásárlók számán az ünnep közelette. Malacús 410, a bárány 800, honlapes csevap, rostit kolbász, csevap 580, rostit kolbász 520. Egy másik hentes üzlet most több terméket is kedvezményes áron kínál, és minden reggel friss árúval várja a vevőket. A malac 390 dinár, maradsz termékeket, disznótermékeket szoktak szilveszterre vinni, nálunk mindennek lement az ára, 20-30 dinárt, valami 60 dinárt. Hornyák Ilona az ünnepeket a gyermekeivel nagycsaládos környezetben tölti, ezért ő csak otthon sütött édességekkel járul hozzá a szilveszteri menühöz. Nagyon jó érezzük magunkat, így évek hosszú során ezt így megszoktam. Egy kis virslit veszek csak, de hát az majd ének én ünnepek után kikurálni a malacusit, meg ilyesmit. Halilovics Editéknél 1100 dinárért készen vásárolt malac sült lesz a főfogás. A virslit pedig házilag készítve, füstölve kapja a család. Szoktunk orosz salátát, krumpli salátát, töltött káposztát. Ki mit szeret, azt eszik. Valami édességet, tortát, apró kalácsot. Priboly Dianáék az ünnepi malacot otthon vágják. A pezsgő palackiáért 280 dinárt adtak. A pezsgőt őszintén megmondom, Magyarországon veszem, mert úgy talán olcsóbb, hogyha átmegyünk, és nagyobb a választék. A szilveszteri asztalhoz tartozó élelmiszerek kereslete és kínálata idén is töretlen Szabadkán. Az olcsóbb pezsgőt 250, a drágábbat 350 dinárért árulják. 100 g virsli ára átlagosan 170 dinárba kerül a piacon.